Pincellér Tibor és nápolyi a vendégünk, és ugye ő most már a világelitbe tartozik mentő kutyaként. Nemrégiben érkeztetek haza Franciaországból, ahol gyakorlatilag egy olyan teszten vettetek részt, hogy ez a rang, ez most már jó néhány évig a tietek. Mi is volt ez pontosan? Gyakorlatilag ez egy bevethetőségi vizsga. Nagyon sok vizsga van, gyakorlatilag ebben a rendszerben is, ahol mi vizsgázunk, ennek ugye a legmagasabb fokozata az, amit most mi megszereztünk. Ettől nincs magasabb. Tehát azért a világ elitje, ami kicsit nagyzásnak tűnik, de tehát nincs ettől magasabb vizsga. Ez azt jelenti, a bevethetőségi vizsga, hogy olyan teszteket kellett kitölteni, végrehajtani, feladatokat végrehajtani, minthogyha éles bevetés lenne. Maga a nemzetközi vizsga is kicsit hasonlít már az éles bevetéshez, de az még akkor is valahol inkább a sport és az éles bevetés közötti átmenet, ez a nemzetközi vizsga, és ettől magasabb fokozat az, amit mi most elvégeztünk, végrehajtottunk, megfeleltünk, levizsgáztunk, ez az MRT fokozat. Mesélj erről, hogy nézett ez ki, tehát mennyire szimulálták mondjuk a katasztrófa helyzetet, nápolyinak mi volt a feladata, hány áldozatot kellett megtalálnia, hogy nézett ki ez a verseny? Nem verseny, verseny, bocsánat, minősítés, vizsga. Igen, igen, tehát előtte mondtam is, hogy ha verseny lenne, nem mennék el. Vizsgára elmegyek, egy barátom a Kutyákkal az Életért Alapítványtól kért meg arra, hogy ő szerinte alkalmas erre nápolyi, hiszen például a Tornádónál is, amikor én tavasszal kint voltam a Tornádónál, akkor nápolyi a Kutyákkal az Életért Alapítvány egyik kutya vezetőjével ment el vizsgázni, és lett belőle magyar bajnok, úgyhogy én nem is voltam ott, lehet, hogy pont ezért. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy amikor megérkeztünk, akkor úgy kellett oda érkezni a helyszínre, minthogyha repülővel utaznánk. Tehát útlevélvizsgálat, be kellett csekkolni felszerelést, mindent átnéztek. Utána 2,5 napra egy külön táborban foglaltuk el a helyünket, és ott vártuk a riasztásokat, vártuk azt, hogy mikor kell mennünk az eseményhez, ahová pedig szállítottak bennünket. Tehát ez az esemény, ez földrengés volt, és különböző helyeken kellett részt venni. Hát neki volt a legegyszerűbb dolga egyébként, mert ezt ő tudja a legjobban, hogy embert kell keresni. Tehát ezen kívül neki más feladata teljesen nem mindegy, volt. Teljesen mindegy, hogy mi a körítés gyakorlatilag, így van, ugye? Így van. A többi az az én dolgom volt, tehát az enyém ebből a szempontból nehezebb volt, mert minden helyszínhez külön kellett alkalmazkodni, mindegyiknek más volt, az egyik iskola volt, a másik egy hotel, tehát mindegyik más-más szituáció, 7 ilyen helyszín volt, úgyhogy igazából itt nem csak a kutya vizsgázott, hanem én is. Erre külön kellett neked felkészülni, vagy az eddigi szakmaiságotok, a gyakorlatotok tulajdonképpen szinte már elegendő ahhoz, hogy úgy induljatok el, hogy biztos meg is lesz a sikeres vizsga? Nem. Tehát erre két és fél hónapot készültünk. Mert 2,5 hónap kőkemény tanulás, mert itt az INSZARAG, ez a nemzetközi mentés szabályai, ezt be kellett biflázni. Ugye ebből volt elméleti, gyakorlati teszt, aztán állategészségügy, humán egészségügy, tehát minden olyan dolog, és volt belőle gyakorlati kérdés. Például kutyát kellett kötözni, meg kellett mutatni, hogy egy lábsérülést hogyan lát el az ember. Most lehet, hogy furcsa dolgot fogok kérdezni, ez is nagyon-nagyon pénzigényes történet, ugye? Valaki ebben segít nektek? Tehát három részre tudjuk osztani ezt az egészet. A Kutyákkal az Életért Alapítvány, ő finanszírozta gyakorlatilag az utunkat, a felkészülésünket a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület, és hát ugye a harmadik rész az pedig a saját zsebem. Mondd most, megváltozott az élet ettől? Tehát különlegesebb helyekre fogtok menni, vagy nagyobb volumenű feladatokat mertek elvállalni? Nem. Tehát ebből a szempontból nem változott semmi. Ha menni kell, akkor ugyanúgy megyünk, mint ahogy eddig. Én nem, elsősorban nem kutyás vagyok. Én nem egy kimondott kutyás mentő vagyok, hanem
hanem én speciális mentőnek szoktam magam mondani, hiszen van, amikor víz alatt kell keresnünk búvártechnikával, van, amikor macskát szedünk le egy fáról kötéltechnikával, van, amikor egyéb műszaki mentésekhez megyünk. Nekem a kutyás mentés az csak egy a sok közül. Uh-huh. Tehát én például több földrengésnél voltam, soha nem kutyával, mindig, mint technikai mentő. Értem. Úgyhogy nem változik meg, nem biztos, hogy több helyre fogunk elmenni. Most felkerültünk egy olyan listára, pontosabban még nem írtam alá a papírt, de felkerülhetünk egy olyan listára, amit nyilván tartanak, és hogyha van egy esemény, ahová csak kutyás mentőt akarnak kivinni, akkor esetleg vihetnek engem is, de ehhez az kell, hogy én ezt vállaljam. Egyébként nápolyi, ahogy mondtad, soha nem szokott ilyen kényelmes pozícióba lenni, vagy legalábbis nem engeded meg, hogy a kanapéra fölmásszon. Hogyan éri az életét akkor, amikor éppen nincs bevetésem, vagy nincs feladata? Most van egy fiatal kutyám, és ő nagyon felborította az életét, mert egyfolytában egy másfél éves kutya, ő hasonló volt, ő egy hiperaktív kutya volt kicsi korában, éppen ezért vált meg tőle a gazdája, és így került hozzám. És ő egy hiperaktív kutya volt, és tavaly a nagy kánikulában lehiggadt. Tényleg? A melegtől? Igen, a melegnél volt egy ilyen fordulópont, amikor rájött arra, hogy nem érdemes annyit ugrabugrálni, és amikor megérkezett a fiatal kutya, amelyik szintén egy olyan kutya, hogy már volt előtte gazdája, és így került hozzám, majdnem egy évesen, ő most felborította az életét, és iszonyatos nagy örjöngés van, folyamatosan, hol egy rongyot cibálnak, hol, tehát a két kutya együtt van, nagyon sokat jön velem dolgozni, vagy jönnek velem dolgozni, de ehhez a vizsgához egyébként külön választottam őket, mert olyan szimbiózis alakult ki a két kutya között, hogy le kellett választani egymásról a két kutyát, mert egyszerűen nem akartak már egymás nélkül dolgozni. Úgyhogy emiatt például most ő sokszor volt külön is, egyedül. Egyébként ketten vannak. És a másik kutyust hogy hívják? Ő Lángos. Lángos és nápolyi, tehát egy kis sós, meg egy kis édes. Lángos szerinted képes lesz mondjuk hasonló eredményeket elérni? Hogy látod? Vagy van-e egyetlen ilyen terved? Most egyenlőre nincs tervem, sőt, most nem is akarok kutyázni. Tehát most egy darabig biztos, na mesélj, hogy... mit akarsz? Pihenni végre? Mászni. Mászni? Például. Tehát jön itt most már a jó idő, amikor el lehet még menni mászni, azt gyorsan ki kell használni. Úgyhogy a kutyázás az csak annyira, amennyire feltétlen muszáj. Tehát szinten tartani, nem akarok már új dolgot neki megtanítani. A fiatal kutyának a vizsgáját most lemondtam, mert úgy volt, hogy megyünk együtt vizsgázni a fiatallal, de lemondtam azt is, mert nem akarok vele foglalkozni, most nincs rá időm, most másra szánom az időt. Ez nálam mindig ilyen felfutás, hogy amikor búvárkodással foglalkozom, akkor nagyon sokat foglalkozom a búvárkodással. Amikor az alpin technikával, akkor nagyon sokat. Most ez a kutyázás volt, gyakorlatilag eljutottunk egy magasabb szintre, nagyon sok mindent tanultam, Budapestre, Zsámbékra, össze-vissza jártunk, tényleg nagyon sok helyre jártunk kutyázni, a többiekkel, akik még voltak, mert ezen az MRT vizsgán ugyan én szereztem meg innen a megyéből ezt a minősítést, tehát az országban is egy-kettő van, de a Mancsa Kézben Egyesülettől már volt egy korábbi minősítés, és két évente ezt meg kell újítani. És ott ez a lány, aki még volt ezen a vizsgán, ő megújította, pontosabban előttünk volt a vizsgán. Tibi, én úgy látom, hogy tényleg nagyon színes ez a terület, amint te dolgozol, és hogyha semmiféle katasztrófa nem lenne mostantól a világban, akkor is biztos lennének olyan területek, ami még felfedezésre vár, vagy ahol legalábbis azt az adrenalin löketet megkapod, akár egy hétvégi sziklamászásban, de azt hiszem, hogy nem is ez az, ami téged úgy igazándiból sarkal. Nem is tudom, mi az, ami újabb és újabb kihívások felé dob. Igen, tehát igazából én mindig megtalálom azt. Most ugye az utóbbi időben egyre kevesebb, közel 10 évvel ezelőtt volt az utolsó földrengés. De ettől függetlenül, ha bármi van, ugye tornádónál voltam, le akartam mondani, nem akartam kimenni az Egyesült Államokba, nem szeretem az amerikaiakat annyira, magát ezt a mentalitást, tehát nem akartam, voltam már kint előtte szintén, annyira nem vonz. Tehát nagyon sok minden más az, ami motivál. Például itt a leg,
legemlékezetesebb dolog, hogyha ötöt fel kellene sorolni, az, hogy én megkaptam ezt a papírt, ez nincs közötte. Uh-huh. Tehát nem ezért a papírért csináltam sok olyan dolgot, ami tetszik, ez is egy kihívás volt. Tehát itt a legnagyobb dolog, hogyha nem sikerült volna ez a vizsga, akkor is azt mondom, hogy már megérte, mert az egyik vizsgabíró, aki már 25 éve bíráskodik, ő például a végén odajött hozzám, és megköszönte azt, hogy ő már nem fiatal, de tanulhatott tőlem. És amikor rákérdeztünk, hogy mégis mit, akkor azt mondta, hogy mindent. Az, hogy ahogy a kutya dolgozik, ahogy dolgozom a kutyával, ahogy én dolgozom a személyek mellett, bent a romok alatt, azok az eszközök, a technikai eszközök, amiket használok. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan dolog, és ez vonz inkább, és nem az, hogy most egy papírral több vagy kevesebb. Minden esetre mi szívből gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek.